Kezdődik is a retro hónap, pontosabban a retro időszak már kb. Két hónapot fog felölelni, és mi mással kezdjük, mint a Pokémon Fire Red-del, remélem tetszeni fog, tartsatok velem! Na kezdjük is el a mai streamet, illetve videót. Bevallom őszintén, ugye nem egy régi Game Boy Advance-t kötöttem rá itt a gépre, hanem egy emulátorral nyomom a játékot. De a lényeg igazából, hogy nyomjuk a retrót. Így is van, a Pokémonok világa vár ránk. Természetesen Oak professzorral indítunk, ugye az első játékban és az animében is ő volt, úgyhogy ki más lenne itt. Ez ugye a Fire Red, az gyakorlatilag az első játék, a Pokémon Blue és Rednek az újradolgozása, harmadik generációs alapokon, tehát színes, kezdjük itt. Illetve van a Pokémonoknak nature-je, illetve viselkedési alapja, ami befolyásolja valamennyire a játékmenetet, de nem olyan durván, mint egy tényleges harmadik generációs játékban. De igazából mindenki ismeri, miről van szó, legalábbis gondolom mindenki ismeri, miről van szó. Először be kell mutatnunk magunkat, hogy fiú vagy lány vagyok-e. Hát, fiú. Ugye ez is a harmadik generációnál jött be, azt hiszem, hogy lehetett választani nemet. És akkor szépen be is darálom a nevemet. Úgy van. Szia, Ati. Igen, Márknak hívnak, nagyon jó, mindenki tudja. És természetesen Oak professzornak fogalma sincsen, hogy az unokája kicsoda. Annyit tud, hogy hatalmas riválisok voltunk nagyon régóta, de a nevére nem emlékszik. És lehet Green a neve, ugye, ami még ugye a játék nevéből adódik, a színek közti különbség. Lehet Gary, mint a... az animében Kaz vagy Toru, a gondolom a mangából valakik, eredetileg. Legyen új neve, csak azt nem tudom, mi legyen a neve. Tudjátok mit? Legyen Donát. Ha már ő maga nem streamel, akkor legalább ennyire legyen itt a játékban. Szia, Ask You! De rég nem volt stream, hát 30-án volt, az ugye jó 4 nap. 5. 31, 1, 2, 3, 4 nap. De, ja, igen, megértem a problémát. Hello mindenki, hello, hello. Na, kezdjük is el akkor a saját kis Pokémon kalandunkat. A mai stream az 8-ig fog kb. Tartani, meglátjuk meddig haladunk addig a játékkal. Előre mondom mindenkinek, nem speedrun a cél, tehát nem az a lényeg, hogy most minél gyorsabban kivégezzük a Pokémon Fire Red-et. Chilles, nyugodt játékmenet lesz. Na nézzük, mi van Donát házában. Raboljuk csak ki. Itt a kis húga. Aha, tehát Donát kim van a laborban. Kantónak a térképe. Megkaphatjuk, hogyha jók vagyunk. Azt hiszem egyébként az kell, hogy verekedni egyet Donáttal, legalábbis a Pokémonjával. És akkor utána megkapom. Ó, megnézhetem a táblát. Startal nyitom meg a menüt. Azt a betyár, micsoda tippek. Jesus. Na. Dagi gyerek, ennek kéne Donátnak lennie. Jó, akkor ez itt ennyi volt. Tudom, hogy a jobb alsó a labor, de nekem nem a labor kell először, hanem kimenni a vadonba, tehát legalábbis úgy tenni. És jön Oak professzor. Nem biztonságos, hogy egyedül bemenni a magas fűbe. Kell egy Pokémon, tartsak vele. Úgyhogy meg is lesz a kis Pokémonunk. Kezdő Pokémonunk.
És itt van Donát is, természetesen. Jaj, Donát nyivákol itt, hogy a nagyapja megváratja. Igen, RIP karácsonyfa, így van. Új évben leszettem a karácsonyfát, sőt, igazából össze is húztam a kamerát. Így egy kis felesleges teret kiszedtem, többet láthattak a játékokból. Remélem tetszik. Na, itt van három Pokémon. Mindegyik pokélabdában van egy. És már öreg az ók. Úgyhogy ő már nem játszik velük, vagy hogy mondjam. És ez a három Pokémonja maradt. Természetesen én választok először, nagyon helyes. Nem feltétlen vízkeresztkor, plusz az jó, nekem műfenyőm van, tehát nem dobtam ki. Bulbasaur, igen, választhatnám ezt a kis növény-pokémont, vagy fű-pokémont, biztos nem. Ugye itt van Squirtle, víz-pokémon, de azért megmutatom még, hogy itt van Charmander is. Ő is menő, én mindig ilyen Squirtle és Charmander között voltam fiatalon, aztán valahogy totálisan Squirtle-os lettem. Úgyhogy Squirtle lesz a mi kis Pokémonunk. Azaz, Ati, Squirtle mindenképpen Squirtle lesz. Sőt, igazából elfelejtettem, van is egy Squirtle-os pólóm. Majd át fogom venni a következő streamre. Nem adok becenevet a Squirtle-nek. Jó lesz ez így. Természetesen Donát meg elviszi a Bulbasaurt, mert elméletek az a legerősebb a víz Pokémon ellen, ugye a fű. És gyere, verekedjünk meg, indítsuk el ezt a Pokémon játékot. Gyerünk. Nincs nagy meglepetés, Donát Bulbasaurt küldi ki. Ki meg itt van Squirtle. Így van, harcolunk egymás ellen. Ott van a... az életbárja, azt kell nullára levinni ahhoz, hogy nyerjünk. Gondolom ez egyik ötöknek se hatalmas meglepetés. Igen, Ati játszotta a Pokémon Go-val viszonylag sokat. Amikor kijött, akkor teljesen rábuzultam. Akkor konkrétan volt olyan, hogy kimentem az esőben egy kis nylon zacskóval a telefonomon. De utána valahogy így meguntam, abba hagytam, ugye a PvP az hiányzott belőle teljesen. Gymeket mindig meg kellett rohanni, stb. Valahogy ráuntam, abba hagytam, aztán időközönként újra-újra előveszem. Most éppen pihen. Na de egy critical hit segítségével simán levertük Bulbasaurt, úgyhogy a Squirtle 6-os szintűre is növekedett. Így is van. Tökéletes. Ja, és a rossz Pokémont választotta. Ho-ho. De hogy választotta, a Bulbasaur is jó. Mondjuk kettő közül akkor már inkább a Charmander lenne a nyerő nekem, de nem baj, Donát. Igen. Nem Charmanderre van. Ez van, a gép választott. Mekkora volt a legnagyobb cépés Pokémon? Fogalmam sincs. Valami... 1400-1600 körül volt talán, de... nem vennék rá mérget. Hogy őszinte legyek. Na jó, pihenjünk egy picikét. Híleljük fel a Pokémont, és aztán... Ja, most nem tudok pihenni? Nem már. Jó. Akkor nem pihenünk. Az úgyis a gyengéknek való. Na! És most, hogy legyőztem a riválist, elméletileg még dumálnom kellene az ókkal, nem? Tehát, hogyha nekem jól rémlik, nem, csak harcoljak, és akkor nő. Na, nem baj. Azt a térképet viszont még jó lenne benyúlni.
Na, add ide a térképet. Add ide a térképet! Igen, hasznos lenne, ezért kérném a térképet, de nem adja ide Donát Huga. Védi a családi erekéket. Hát jó, akkor menjünk a fűbe. Harcolj meg az első vad Pokémonnal. Hello, Ventrex. Nyilván egy hármas Pidgey. Szintezésre jó. És még csak meg se tud támadni. Jaj, szegény Pidgey. Ja, hogy azért nem kell pihenni, mert felgyógyult a Squirtle. Oké. Okay. Ezt nem vettem észre, de oké. Okay. Na nem baj. Pidgeyt levertük. Go tovább. Igen, ő dolgozik a Pokémon Martba, és menjünk Viridian Citybe. Látogassuk meg a boltot, és kaptunk egy ingyen potiont. Az olyan, mint az első drog a dealertől. Az ilyen rém történeteket mesélték, legalábbis nekünk a suliban mesélték, hogy ki miben, meg talán általánosban is, tehát ilyen nagyon fura volt. Valamiért ez most így beugrott, hogy a sulik mellett fura alakok az első pakkot adják ingyen, hogy azzal szokassák rá az embereket, és így miért? Tehát így biztos vagyok benne, hogy tizenéves gyerekeket akarnak rászakatni ezek. Na nem baj, de Squirtle-nek közben meglett az első támadása, a buborék. Ez az első víz támadása, inkább így mondom. Na vele meg tudok harcolni? Nem, csak elmondja, hogy le tudok ugrani azokon a cuccokon. Hiába tűnik ijesztőnek. Igen, Ati, az eleje az easy. Aztán majd bekeményedik. Főleg így, hogy Squirtle eljötte. Na! Ez a Pidgey kemény. Ugye Squirtle eljötte, majd Misty-nél azért lesznek problémák. Sőt, lehet, hogy ennél Pidgey-nél is lesznek. Jó, nem lettek problémák. De azért... Majdnem. Na jó, nézzük meg azt a potiont. Rárakom a kis Squirtle-re. Úgy van, 20 HP-t. Ment a Squirtle, hát annyit is kellett neki. Na, akkor szintezzünk tovább. És egy Rattata a változatosság kedvéért. Csak a Tackle-t fogom használni, most ezek ellen nincs értelme a buborékot nyomatni. És ez is critical hitel. Hát, szarok. Na jól van, pusztuljál meg fele. Úgy is van. Még a végén az lesz, hogy mire felérünk a boltba, már meg lesz a 10-es szint a Squirtle-lel. Azért azt adnám. Lehet úgy kellene szintezni. Következő Rattata. Gyerünk, Squirtle, küldjed neki! Ja, persze, így meg pláne sima lesz. Na, küldjed neki, Squirtle! Meg se fog támadni ez az idióta, hagyjuk már. Na, Squirtle? Elvétetted? Rossz teknős. Nagyon rossz teknős vagy. Jó, megbocsátok. Na, pont nem lett meg a 8-as szint. Na jó, azt azért csak meg kéne szerezni. Szia, neked is boldog új évet utólag is. Na, küldjed neki, Squirtle. Nem már, hogy egy 7-es szintű Pidgey verjen meg. Még hogyha lekritikál az, akkor nekem ennyi? Hú! Vagy hogyha Squirtle most nem talál, de talál, nem kapunk kritikalt. És megvan a 8-as szint. Nagyon jó. Szépen fejlődget azért ez a kis teknős béka. De igazából többet nem tudom fizikailag vinni, mert eléggé halálán van szegény.
úgyhogy azért inkább kapjon egy kis healt Joy nővértől. Természetesen az egyetlen Joy nővértől a városban. Na, Maxos újra nagyon helyes. És akkor menjünk be a Pokémartba, ami valahol erre van, igen. Jól emlékeztem. És azt hiszem innen kell vinni. Így van, Palettvárosba vissza kell vinni Oak professzornak a parcelláját. Tehát mi lettünk a UPS? Vagy GLS, vagy Magyar Posta, vagy amelyik tetszik. Pokeposta. Jó, itt van valami egyébként? Ha, fák. Azzal sokra nem megyek. És itt balra, itt, mintha, ja, ki lehet jönni itt alul, nagyon jó. Ehe, mondjuk, hogyha itt elmegyek balra, akkor igazából annyi, hogy ne legyek a magas főben, zseni. De nekem szintezni kell a Squirtle-t, tehát én akarom azt a magas fűvet. Direkt nem mondom jelző nélkül. Na, na jó, buborékozzuk meg a ratatát. Nézzük, mit tud. Korrekt. Így is három támadás kell majd. De szerintem egyébként tök ugyanannyit vesz le most a ratatától, mint a tackle, mert hát ugyanannyira közepesen hatásos. Viszont srácok, meséljetek, hogy telt a szilveszter. Ki mit csinált? Bulizott, otthon volt, haverokkal volt, barátnővel, kutyával, macskával. Meséljetek, mi volt itt az új év köszöntésénél. Közben Ati köszi a csírt. Amikor megérkeztél, gondolom, akkor csíreltél. Így van, nem vettem észre. Bocsánat utólag is, de köszi. Na, Pidgey, a szintezés áldozata lettél, sajnálom. Egy Pidgeyt úgyis el fogok kapni, egész hatásos. Majd így a játék közepe fele, amikor már a növény Pokémonnak ellen kell menni. Plusz, én bírtam a Pidgeyket mindig. Illetve, ugye a harmadik érv, hogy ki kell maxolni a Pokédexet. Tehát nincs mese. Na, Squirtle, küldjed neki! Ó, Ati, az... nem hangzik olyan jól, legalább izgalmasan, de nem hangzik olyan jól. De mi, hogy lehet fordítva letenni egy tűzi játékot? Tehát így nem ilyen földbe szúrós volt? Ilyen sima, egyenes kis tűzi játék? Jó, még egyet úgy is fogok szintezni. Gyerünk! Ja, nem volt megjelölve. Jól van. Hát az megesik. De ilyen nagy gáz... Ajajaj, vágom. Akkor nagy gáz nem lett, akkor gondolom. Jó, megvan a 9. Kis farkas, köszi a folót. Na. Menjünk vissza Palettvárosba, mert Pidgey? Nem. Squirtle egészen a halálán van, pont nem lesz meg a 10-es szint talán. Várjuk ki a végét. Mondjuk így, hogyha fél HP-ját leveszem a ratatának, így mondjuk. Két ütésből most már meg lesz. Meg lesz? Meg lesz. Jó van, cségózatok, csak nyugodtan. Én viszont addig közben megnézem, hogyha mindegyiket most már két ütésből lekapom, akkor tízes színnek meg kell lennie, még mielőtt visszaérek a városba. A legizgalmasabb része a Pokémonnak a szintezés.
Gyerünk, küldjed! Azért mondom, most már két hitből megvan mindenki. Sima. Kell még vagy 4 vagy 5 3-as szintű ellenfél, aztán szépen visszagurulunk a városba. Na? Na, amikor a Pizsi már visszaüt. Kap egy kis buborékot az arcába. Sose értettem, hogy miért buborék. Jó, értem, hogy egy gyenge víztámadás. De buborék? Kinek fáj egy buborék? Jó, nem egy, több, de still. Érdekes, alsó hangon is. Na nem baj. Buborékoljuk meg. Gyerünk, Skirtle, küldjed az arcába a buborékokat. Kellene egy ilyen kis Skirtle-os buborék fújó, biztos volt ilyen. Jó, Pidgey támadása pedig mellé ment, úgyhogy csá. Ennyi voltál, Pidgeyke. Tudom, hogy nehéz lesz kimaxolni. 151-et ugye nem fogok tudni összegyűjteni, mert verzió függő, hogy melyik Pokémon nincs benne a játékban. De azért azon leszek, hogy minél több Pokémon bekerüljön a Pokédexbe. Na, Skirtle, küldjed meg! És hihetetlen, pont nem lesz meg a 10-es szín, mert ez a Pidgey már eléggé leszette a HP-mat. Na jó, akkor... azt hittem, itt az utolsó lépésnél lesz meg a... az utolsó ellenfél, aztán mehettünk volna a kórházba Pidgeyvel. Szegény, hogy Pidgeyvel? Na. Hülye vagyok már a... Skirtle-lel. Most meg majdnem Bulbasaurt mondtam. Kaptunk pokélabdát? Ja, és behívtuk. Nyilván Donátot is. Úgy van. Megkapjuk a Pokédexet. Így van, egy high-tech enciklopédia. Megkapjuk a Pokédexet, már csak ki kell tölteni. Ja, és most kaptuk meg az 5 pokélabdánkat. Aha, azért Oak kemény tanácsokat ad. Hát, ha megjelenik egy vad Pokémon, csak dobjátok rá, és hát, ha elkapjátok, de nem mindig fog működni. És ez a legyengíteni esetleg. Valami? Nem, az majd csak később. Értem, hogy miért csak 3 Pokémonja van Oaknak. Igen, Ati. Végig lesz nyomva a Pokémon, utána Call of Duty 4, mivel sokkal rövidebb, mint a San Andreas, ezért az lesz az átvezető, és aztán jön a GTA San Andreas végigjátszás, ennyi lesz a retro időszak. Közben azért az is lehet, hogy random, az is lehet, hogy normál stream időpontokban lesz FIFA karrier mód, Apex, lehet, hogy lesz Cségó, ilyesmi, csak hogy ugye, ahogy te is kérted, hogy ne totál egy síkú legyen, és ne csak egy játékkal menjenek a streamek. Na, Donát, neki is futott a nagy Pokémon vadászatnak. Baj. Megpróbál megelőzni minket, megpróbál sikeresebb lenni. Meglátjuk, összejön-e. Na. Most már, Skirtle mondjuk. San Andreasban nem biztos, tehát biztos, hogy fogok területi mókát nyomni. Lesznek ilyenek. Ilyen, mint területi, mint területszerző mókát, ugye, amíg lehet teljesen kimaradt neked ez a játék, Ventrex. Ennyi. Én szerettem volna ezzel a játékkal felnőni, csak sose volt Gameboy-om. Tehát imádtam volna, hogyha van. De nekem így maradt ki az életem. Ja, nyilván még a Pidgey leg is kritikaloz. Jól van. ...72...
pénzt elvesztettem, mert bepánikoltam egy vad Pokémontól? Az jó. Na jó, de legalább hamar eljutottam a Virdenian Citybe. Hát pozitív nem is az, hogy a mellékküldetés, han egyébként meg van, dehogy nincs, hát ugye van a lehet csomót randizni, ugye lehet területet szerezni, össze-vissza azért lehet nyomulni a GTA San Andreasba. Tehát azért ez nem teljesen igaz, hogy csak a főszálon lehet nyomulni. Nagy részt igen. Lehet így csak úgy randomolni, stb. Na! Így, hogy felgyógyultunk, jöjjön a Rattata. Küld meg, Squirtle, küld meg a Rattatát! Úgy érted, Ati, hogy kurvázzunk a GTA-ban? Meglátjuk, hogy lesz-e. Na, ezt a Rattatát csak a Pokédex miatt fogom elfogni. Szeretném elfogni, pontosítok. Most komolyan 5 pokélabdából 2-t arra kell szánnom, hogy elkapjak egy legyengített 2-es szintű Rattatát. Yeah. Na jó. Dehogy adok becenevet a Rattatámnak, hát megy a levesbe. És kell egy 3-as Pidgey. Jó, a 3-as Rattata is jó, hogy Squirtle szinteződjön. Nem fog bannolni a Twitch miatt, nem fogok én csak kurvázni. Hát vicces lenne így egy külön stream, kurvázás a GTA-ban. És ennyi lenne a tartalom. 4 órán keresztül csak ledudálnám a nőket, elvinném a bokorba, megoldanánk a dolgokat, aztán jön a következő. Kemény lenne, de nem, nem lesz ilyen. Gondoltam, hogy adnád. Na jó, meg lesz a 10-es szín most már a Squirtle-lel. Ja, így van, 2 ütésből semmi. Kocsiban is lehet belsenyezetbe, azt mondom. És Squirtle 10-es szintű is, és megtanulta a Withdraw képességét, amit soha az életben nem fogok használni. Na, szeretnék egy 3-as Pidgey-vel találkozni. Egy 3-as Pidgey-vel szeretnék találkozni. Nem egy 3-as Rattatával, egy 3-as Pidgey-vel. Jó, valamennyi XP-t adnak ezek is, de... Na. Nem az XP-re megyek, most már 10-es szintű a Squirtle, tudnám magasabb szinten is gyorsabban szintezni, egy Pidgey-t akarok. Azt kell mondanom, hogy egy Rattatát akarok, és akkor kapok Pidgey-t. Pozitív. Hát valahogy biztos működésre tudod bírni, hogyha ennyire nagy vágyad. Na, hát szarok! De... Hoppá, egy 4-es Rattata! Hoppá! Ez ritka, mint a... Pidgey. Jó, lekritikálozzuk, szerencsére. Legalább, hát 32, viszonylag sok XP-t ad. Léci, egy 3-as Pidgey-t? Az Isten itt már, jó? Hát igen, pozitív, elméletileg itt ugye az első részen csak Rattata és Pidgey van, és elméletileg kb. Ugyanolyan arányban kellene megjelenniük, de hatalmas hatalmas balszerencse hullámban vagyok, jó, de itt akkor kicsit tovább megyek. Hát, ha itt lesz egy 3-as Pidgey.
Nem tudok jobbat. Pidgey? Hármas Pidgey! Halleluja! Na, gyere a papához. Jó. És el kell kapni. Még mindig okádja a Ratatát a Pokémon Go, pedig egy időben visszahúzták. Jó! Jó! Megvan a Pidgey. Ezt egy kicsit lejjebb rakom. Halleluja! Mondanám, hogy minden vágyam teljesült, de... Jó, egy vágyam teljesült, van egy hármas Pidgeym. Csak kérni kellett úgy tízszer. Azt hittem már így teljesen randomol egy hármas Pidgeyt a játék. Ezt imádtam volna. Majdnem insta kill. Nem rossz. Aztán egy critical, jól van. Na, akkor híleljük fel a srácokat. Kicsit szintezzük fel a Pidgeyt olyan... 7-es szintre, mondjuk. 6-os 7-esre. Aztán menjünk tovább. Igen. Gyógyítsd meg a Pokémonjaimat, Joy. Komolyabban nyomta? Mire gondolsz az alatt, hogy komolyabban nyomta? Ez meg a játék eleje, itt még... Nagyon-nagyon durván komolyan nem lehet? Jaj, glitchelt, na, ugye az nekem nem cél. Ez egy chill végigjátszás lesz itt a Pokémon Fire Red-del. Minden idők egyik legjobb Pokémon játékával. Már csak azért is, mert az eredeti Pokémonok vannak benne. Na gyerünk, Pidgey! Ó, hogy a vad Pidgey kezdett. Az kellemetlen. Ez is kellemetlen. Szegény vad Pidgey. Na jó. Egy kettes szintű ellenfélre van szükségem. Nem. Nem tudom szugerálni a játékot. És nyilván a vad Pidgey kezd. Ki is nyírja. Nagyon jó. Jó, az XP-t azért begyűjtöm Squirtle-lel. Abból nem lesz baj. És Ignato köszi a follow-t. 5 perce. Nem tudom, miért nem láttam. Bocsász, ha még itt vagy. Na. Úgy né. El. És mindjárt 11-es a Squirtle, hihetetlen. Nagyon beindult itt a játék elején a kis Squirtle-ünk. Na nyomassuk. Heal. Új fent. Imádom én is. Ezzel fogok álmodni, már most látom. Na. Pidgey még az első? Úgy van. Akkor próbáljuk meg tovább szintezni egy picikét. És hármas Ratata. Na, jó, nem baj. Legalább a Pidgey az gyorsabb. Nem. Na küldj egy Pidgey! Tackle! Úgy, né. Aha. Aha. Hát így nehéz lesz szintezni. Jó, 24 XP és megvan a 4-es szint. Eddig oké. Okay. Hihetetlen,
megint hílelhetem. Srácok. Kicsit ilyen darálós az eleje. A vad pokémonokat le kell vadászni. Ez van. Jó. Na. Menjünk. Vissza. Négyes szintű Pidgeon-ket húzzuk fel. Hatosig mondjuk. Aztán nyugodtan tovább megyek. Így van, Ati, be fog ez durvulni. Én se aggódok. Na jó, egy kettes szintű ratata, azt azért már kicsit könnyebb lesz megborítani. Gyerünk, Pidgey! Jó, go! Úgy is van. Ratata megborult. Pidgeon pedig nagyon könnyen szinteződik. Itt gyorsan szedi az XP-t. Kevés XP sokat jelent számára. Tehát igazából egy kicsit grindolunk és jó is lesz. Még egy ilyen 5 percet kb. Jaj, Pidgey, védekezés leesett. Ja, elhiszem, hát ott is könnyű grindolni. Na! Ötös szint, pipa. 12 órán át csak dungeon, az mondjuk nem rossz. Húhú, megvan a homoktámadás. A leg... Hát nem azt mondom, hogy legértelmetlenebb a játékban, de nagyon keveset használtam régen. A végén már egész hasznos tud lenni. Na nézzük, egy ötös Pidgey legyőzi a hármas Pidgeyt? Vajon? Hú, instakill kritikallal. Ja, legyőzi. És mindjárt meg is van a hatos szint, nem is kell itt 5 perc grind, ez 2 perc alatt megvan így. Gyerünk, küldjet Pidgey! Hát meg Game Boy Advance-es játékhoz képest, tehát ugye ezt azért úgy kell kezelni, hogy alapvetően ez egy Game Boy-os játék. Szia, Michael! Na Pidgey, küld meg! Küld! Hát annál mondjuk egy kicsit jobban is megküldhetted volna. Küld meg jobban! Szoszó? Meg kell ölni? Hú, jó. Hát igen, tehát ez hatalmasat ütött a Pokémon annó. Nem is csoda, hát akkor a franchise van most már mögötte. Tehát gyakorlatilag a Pokémon a legértékesebb franchise a világon. Értékesebb, mint a Marvel meg a Star Wars. Nagyon kemény. És meg vagyok, Michael, minden király, vártam már, hogy kezdődhessen itt a retro időszak, és nyomathassuk itt a Pokémont első körben, úgyhogy minden király. Nektek jól telt a szilveszter, meg a karácsony? Call of Duty 4 lesz Ventrex, ahogy itt Ati is mondja, azért, mert a kettőről nagyon sok olyat olvastam, hogy kínszenvedés Windows 10-en normálisan elindítani. Úgyhogy úgy döntöttem, megspórolom magamnak az idegszálakat. És sima. Csak azért, mert retro, sima lesz. Igen, pozitív. Mondjuk én nem nézem már, csak olvastam róla, ugye láttam a képeket, de... Ja, tehát Ash végre bajnok lett.
De ehhez az kellett, hogy a rajzolás minősége lemenjen minden alá. Na de lett egy Monkink is, nagyon jó. Szépen alakul ez a Pokédex. Igen, hibátlan volt? Akkor jó. Most már valószínűleg Call of Duty néni lesz, de meglesem azért, mit tud a kettő. Jó, ezt a kis szintezést még most már 7-es szintűre felhúzom a Pidgeot. Sima FPS lock, tehát akkor nem tudom, hogy miért rinyált mindenki a neten, hogy nem működik egyáltalán a Call of Duty 2. És bármit csinálnak, egyszerűen nulla. Na, Pidgey, öld meg! Ja. Még egy 2-es szintű nem biztos, hogy ad elég XP-t, de ad elég XP-t. Az oké, hogy az első hibán elmennek sírni, de nagyon sokan tették. Na mindegy. Ez jó hír, srácok, hogyha azt mondjátok, hogy működik sima a Call of Duty 2. Meg fogom lesni. Na, Pidgey. Küldd meg, jó. Jól van, nem szintezebb tovább a Pidgeyt, most már elég volt. És srácok, hogyha a hangomon tapasztaltok bármi furát, az lehet, hogy azért van, mert egy picit sikerült megfáznom a napokban. Próbáltam visszahozni totál normális szintre, néha az orrom bedugul ilyesmi, úgyhogy bocsesz, hogyha idegesítő és néha orrhanggal kezdek el beszélni. De van itt egy kis teám is. Mindent megteszek azért, hogy ne legyen para. Na. Oké, a pokémonjaink fullosak. Mennyi pénzem van? Ja, nyilván azt nem itt látom. 3000 pénzem van? Ho-ho-ho-ho! Hát az egy pokélabda vásárlás. Egy. 10 pokélabda vásárlás. Meg veszek egy kis potiont. Hát 2 elég lesz. Ó, oh, majdnem. Úgyni. Meg 4 antidótot is, mert ugye jönnek majdnem sokára a bogarak, akik küldik a mérget belénk. Na! Menjünk feljebb! Meg ebben a házban mi van? Jegyzeteket? Mi ez? Tanárnéni itt nyomatja? Mi van a táblán? Aha. Nem érdekel, hogy milyen státusz problémái vannak a Pokémonoknak. Tudom fejből, hogy mit mivel kell helyrehozni. Ja, és a bácsika most megtanítja, hogy kell elkapni a Pokémonokat, miután már elkaptunk 3-at. Mutassa meg, az a tuti. Na, csináljad. Azaz. Jaj. Szia, Pesze! Boldog új évet neked is!
Na, megtanultuk végre, hogy hogy kell elkapni a Pokémonokat. Ugye? Mert ezt magunktól még nem tudtuk. Egyáltalán nem tudtuk. Na gó, itt jobbra van valami érdekesség. A gym, ugye ahova még nem mehetünk be. Úgyhogy akkor gó tovább a kettes számú úton. Azaz Bálint, szerez meg hát mint. Pidgey a Pidgey ellen továbbra is. Hatalmas küzdelem. Míg a végén 8-as lesz a Pidgey, mire beérek az erdőbe. Jól van, ó, 4-es Rattata, attól jól szinteződök. Nagyon helyes. Az elején ezt a grindot meg kell csinálni, srácok. Aztán jó lesz. Ja, főleg, hogyha mellé üt a Pidgey. Pikpak, meg is van. Na. 8-as a Pidgey, most már halál nyugodtan megyek. Kislány mit csinál? Megkérdezte, hogy van-e Rattatám. Nekem ne lenne. És azt mondja, hogy ez erdő egy... Egy... mi a méz? Magyarul. Útvesztő. Hát jó. Jöjjenek a bogarak. És egy Metapod, hát. Szintezésnek jó lenne. De inkább elkapom, legyen Metapod, aztán majd szintezünk tovább. Pidgey? Amúgy az új Call of Duty-ba, srácok, erősítsetek meg, vittek Battle Royale módot, ugye? Azt tudom, hogy nagyon akartak, de végül meg is csinálták, nem? Na, küld meg! Jöjj már a Black Ops 4-ben is? Na, hát akkor... Le vagyok maradva. Ja, hogy nem az újban van, hanem a Black Ops 4-ben, oké. Okay. Na. Tudtam én, hogy valahol valami van. Na, ezt a Metapodot nehéz lesz elkapni ezek szerint. Nem baj, jó, itt már pirosban sima. Na, bújj be a pokélabdámba. Ja, hogy nem? Ja, hogy úgy döntött, hogy nem. Akkor most légy oly kedves. Ne ugorjál kifele. Te egy semmi vagy. Egy nulla. Így van. Látjátok, srácok, nő itt szépen a Pokédex. Akkor nem erre kell menni. Egy Caterpie! Őt is elkapom. Én mindig nem halt ki. Tök jó! Pedig azért rengeteg Battle Royale opció van most már. De tök jó, hogyha még így él. Na, most már itt a pirosban nem kellene annyira vergődnöd, Caterpie.
küldjed. Maradj benn a labdában. Maradj, jó. Nagyon jó. Havi egyszer a PUBG? Hát én már annyira se térek vissza hozzá igazából. Vagy az Apex nekem sokkal jobban bejött. Jó, és egy Weedle is, akkor szépen hamar feldúzzad itt a Pokédex. Feltéve, hogyha elkapom. Tudom, Ati, Fortnite PUBG a legnagyobb. Aztán gondolom jön az Apex, és utána a Call of Duty. Mert hogyha a Battle Royale-okról van szó. Jó, hát bugok szinte mindenhol vannak. Úgy is van, és Weedle most már nem is fér el nálunk. Pokélabda, nagyon jó. És akkor innentől kezdve lehet szintezni, főleg egy ötös szintűvel. Főleg, hogy a támadás nincs meg. Jó, hát Ázsiában minden. Konkrétan StarCraft 2-t Dél-Korea tartja el. És tartotta el mindig is, azért tegyük hozzá. Na, megvan ez a kis Weedle. Pokélabdát találtam a pokélabdában. Az igen. Hanyas a Caterpie? 4-es. Jó, azzal is lehet faszán szintezni. Úgy is van, 30 XP. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Hanyas? 4-es. Nagyon helyes. Bár szerintem ezután a harc után Pidgeot meg kell pihentetni. Tehát Koreában mindent lehet a StarCraft 2-vel ott. Konkrétan helyi híresség leszel, hogyha valamennyire jó vagy benne. Csajok eléd borulnak, minden. Oké, egy e-sport, de főleg koreaiak nyomják. Minden sok más ember is, tehát ugye nyilván nem azt mondom, hogy csak Koreában menő a StarCraft 2. De azért az eladásoknak, a világszintű eladásoknak 60-70%-a Dél-Koreából jön. Azért az úgy, az durva. Ne vegyél le hármat, ne vegyél le hármat, ne... Levet hármat. Hát jó. Hát akkor... Skirtle lesz 11-es. Ja, azonban vannak bőven, nem, nem azt állítottam, hogy senki más nem játszik, csak koreaiak. Meg azért durva az arány. Igen, ez a kisrác semmit nem akar. Na, ez a Caterpie ugyanúgy, mint a többi, megdöglik. Jó, kivéve egy, akit elfogtam. Gyerünk? Ja, sima. Há? Labda? Potion. Nagyon jó. Hát a Pidgeynek már mindegy, ő már elájult.
Ja, Squirtle, nyomassad! Jó. Méreg az nem lett para. Mondjuk utána meg sikerült mellé lőni a Squirtle-nek. Nem baj. Küldjed! Küldjed! Jó. És itt ebben az erdőben van egy picike rész, ahol el lehet kapni egy Pikachut, rá fogok menni. Addig innen nem megyünk ki, amíg nem lesz Pikachum. Hát, dislike-ok mindig lesznek. Gyakorlatilag van egy olyan sejtésem, hogy van egy olyan embercsoport, akik magát a csatornát nem szeretik, minket nem szeretnek, inkább így mondom. És inkább belekattintanak a videóba, rányomnak a dislike-ra és kilépnek a videóból, mint hogy azt mondják, hogy ja, azt nem szeretem, nem nézem meg. De így biztos vagyok benne, hogy vannak ilyen emberek, egészségükre. Persze, ezzel nincs is semmi gond. Tehát azért mondom, hogy hajrá, csinálják nyugodtan. Amíg ilyen 97-8%-os like-dislike arány van, addig én boldog vagyok. Tehát ugye az azt jelenti, hogy az alap, hogy a videó maga jó, vannak emberek, akiknek nem tetszik, ez teljesen érthető, tehát nem lehet olyan tartalmat csinálni, ami mindenkinek tetszik. Most például azt mondanám, hogy a League of Legends egy jó játék, mint ahogy ugye beszéltétek is az előbb. Nagyon sok ember egyet értene ezzel. A statisztikák alapján kijelenthető, hogy ez egy jó játék. És jönnének azok, akik nem szeretik, és azt mondják, hogy na hát ez egy hülye. Tehát ezzel nincs semmi gáz. Mindenkinek van véleménye. Hajrá, nyugodtan. Inkább azzal van gáz, amit az előbb mondtam, hogy csak azért, mert emlékszik, hogy valaha ez nem tetszett, belép, dislike és kilép. Tehát annak nulla értelme van igazából, mert ugye véleményét gyakorlatilag nem mutatja ki, attól függetlenül, hogy rányom egy dislike-ra. Tehát nem fogom tudni, hogy ki az, miért haragszik, mit tudok tenni azért, hogy ne haragudjon, beszéljünk erről, stb. De ez van, nincs ezzel gáz, szerintem. Ja igen, azt amúgy imádtam, hogy rommá dislike-olták a nyereményjáték videót. Ingyen cucc, és dislike-olják. Jó, ott ugye azt megfejtettük az egyik streamben, hogy két ok lehetett, három igazából, ugye a mostanival együtt, de ez a vagy nem nyert még soha, ezért csalódott a nyereményjátékokban, ezért úristen, miért van itt is nyereményjáték, miért vannak nyereményjátékok, ő még nem nyert húrtúr. Kettő, miért nem iPhone, miért nem gaming PC, miért nem egy Ferrari, miért csak egy Lego. Szomi, ez van. Na, jó. Beedle, pipa. Ja, és jön egy újabb Beedle. Azt hiszem itt három Beedle jön. Ja, persze. Ha Ferrari lenne, ilyeneket írnának. Ha Ferrari lenne, akkor boldogan adományoznék afrikai gyerekeknek, sőt, rászoruló magyar gyerekeknek első körben. Meg beteg magyar gyerekeknek, per beteg embereknek, kórházaknak, ilyesminek. Tehát én rengeteg pénzt adományoznék ilyenekre, hogyha lenne rá lehetőség. Tehát most lehet, hogy
pár embernek ez nem fog tetszeni, de sokkal inkább adnék egy nagy nyereményjátéknyi pénzt rászorulóknak, mint nyereményt random embereknek, akik követik a csatornát, itt vannak, stb. De most így, ezek ugye még nem azok a tételek, amikor ezt így igazán meg lehet tenni. Hati, jól van. A posta költségre is adsz biteket? Na, akkor első körben kellene egy antidót. Úgyni. Ugye Kakuna úgyse fog megtámadni. Második körben kell egy poti, hogy Skirtle-nek fullos legyen a HP-ja. Hát értve kb. Fullos. Harmadik körben meg gyalázzuk meg a Kakunát. Köszi, Ati. Nem gondoltam komolyan, de imádom, hogy beküldted. Jaj, ezt a Kakunát idő lesz kinyírni. Igen, pozitív. Ez csak állni fog. Kettő ilyen Pokémon van, a Kakuna meg a Metapod, ők csak keményedni tudnak. Ennyi a képességük. Az, hogy ők az evolúciónak a középső példányai, és igazából ugye ők egy báb állapotot képviselnek. Tehát egy báb, egy rovar bebábozódik, a báb nem csinál semmit. Valamiért az elején csináltak kettő ilyen Pokémont. Na, gyerünk már, gyilkoljad már megfele. Erünk. Nekem meg mindjárt elfogy a támadásom. Ja, csak megvan. De látod, pozitív, legalább sok XP-t adnak. Nem csinálnak semmit, sok idő legyőzni őket, de sok XP-t adnak. Nem nézem a Rick és Mortit. Nagyon el akarom kezdeni, mert baromi jól hangzik, baromi jónak tűnik, de még nem jutottam odáig, hogy neki üljek úgy ténylegesen. De amúgy mi ez a hype az Escape from Tarkovon? Tehát ugye azt láttam, hogy páran azt nyomatják, a Chris Advice nyomta nagyon sokat. Na most így mi lett vele, hogy így felrobbant? Na, buborékoljuk meg a Caterpie-t. Szerintem egyébként pozitív, hamarosan neki fogok indulni a... Mi ez, Rick és Mortinak? Csak időre van szükség. Na, Water Gun. Nagyon helyes. Farokcsóválást felejtsük is el. Ja! Tehát ugye a nagy streamerek nyomadták, ezért sokan nézték, ezért kis streamerek elkezdték, hogy nézzék őket is. Értem. Értem, értem. Hát lehet meg fogom valamikor lesni. Így baromi sokat nem néztem belőle, annyit láttam, hogy tényleg egyre többen játszanak vele. Még ilyenkor már streamer szinten elkezdeni egy játékot késő. Tehát
azt, hogy a robbanás pillanatában, vagy robbanás előtt kell elkezdeni ahhoz, hogy rátaláljanak rajta keresztül az emberek. De kíváncsiságból lehet meglesem. Na, metapod. Úgyse fog semmit csinálni a metapod, úgyhogy bármilyen támadást küldhetek rá. Még ez a buborék egész hatásos volt. Ja persze, de hát ugye mindegyik játék, hogyha így belegondolsz. Amikor van a hype, akkor rengeteg ember játszik vele, streamer és normál ember is, hogy így mondjam. Lemegy a hype, kijátszották magukat, jön egy új játék, egy új hype, aztán elfogynak az emberkék. Hát azért nem ártott, hogy streamelték nagyon sokan a játékot, tehát nem szokott ártani valaminek, hogy van marketingje. És most nem is feltétlenül a konkrét marketingről beszélek, amit ugye az alkotók csináltak, hanem ugye arról, hogy játszottak a játékkal, eljutott mindenki ez a híre, így vagy úgy, a normál marketinggel vagy streamerekkel látták, hogy tényleg jó, és akkor felrobban és nyomják. Körtől még a végén ilyen 14-es lesz, minek jövünk az erdőből. Na küldjed metaforot, na mondjuk így meg pláne. Biztos, hogy benne semmit nem nőtt a játékos szám a hype miatt? Biztos vagyok benne, hogy azért megduzzadt rendesen. Na, helyes. Mondom én, 15-ösen fogunk kikerülni az erdőből. És ugye a Water Gun, vagy vízágyú, az már egy elég erős támadás. Nem. Nem váltunk Pokémont, amikor jön a metapod. Kell az XP. Ú, 108 XP, az kemény. Valamennyit biztos, hogy nőtt a játékos szám a hype miatt. Tehát ugye az szokott. Nem biztos, hogy baromi jelentősen, tehát ugye lehet, hogy te egy 20-30%-ot, ami mondjuk amúgy jelentősnek számít. De hát meglátjuk. Igazából lényegtelen is. Az a lényeg, hogyha tényleg egy jó játék, meg egy realisztikus FPS, akkor van oka a hype-nak igazából. És ennyi a lényeg. Az a rossz, amikor van hype, de a játék maga meg nem elég jó. Lásd No Man's Sky megjelenéskor. Egyébként pozitív, az egy meglepődnél, igen, hogy jaj, törölgetem a könnyeimet a pénzemmel, hogy nincsen szerver, de ez egy nagyon komoly probléma szokott lenni.
hogyha pont már a szerverek fulladnak ki. Mert ugye nagyon sok játékos szeretne játszani, nem bírja a szerver, és az egy olyan negatív kampányt indíthat el, vagy inkább úgy mondom, hogy negatív híre lehet az egésznek, hogy az problémás, mint a Pokémon Go az induláskor, tehát nagyon sokan mérgesek voltak a Niantic-ra. Egyrészt azért, mert ugye lassan jött be a játék bizonyos országokba, tehát úristen, miért játszhatnak vele Japánban, és itt miért csak 2 hét múlva, tehát ugye pont a szerverek miatt. Másrészt pedig, mert ugye nagyon sokan így megoldották okosba, hogy lehessen játszani, és a szerverek nem bírták el. Közben Win626 köszi a follow-t. Na srácok, végigértünk az erdőn, ami nagyon jó, de nincsen még Pikachunk, úgyhogy vissza fogunk menni. Jól van, pozitív szerintem is. Jobb a békesség. Na, kell a villámpatkány. Villámpatkány! Viszont az a gond, hogy a Squirtle ki is fogja nyírni. Tehát inkább Squirtle vissza, Monkey. Jó, jó, az jó, hogyha a támadásunkat legyengíti a Pika. Kapard meg! Pika? Jó, kapard meg, sárga! Van más értelmezhető Pokémonom, aki tud sebzésbe vinni neki? Nincs. Nagyon jó. Hát, ha nem vesz le 7 HP-t. Jó. Jó. És elkapjuk. Gyere ide. Gyere ide. Gyere a papához. 1, 2, 3. Ott van. Jó. Egyébként srácok, hatalmas mászlink volt. Tehát a Pikachu előfordulása az baromi ritka. De sikerült totál random találni még az egy 3-as szintűt, ami itt korrektnek számít. Jó, de a játék, illetve pontosabban az anime fő kabaláját csak érdemes elkapni, nem? Tehát ezért a Pikachu-t mindenképp. Pikachu-t a bajnoki címig? Egyébként igen, nem olyan erős. Cserébe elektromos Pokémon nem olyan sok van ebben a játékban. Persze, biztos egy csomó glitch, amivel meg lehet szerezni a Pikachu-t, meg gyakorlatilag bármelyik Pokémont. Na jó, a biztonság kedvéért mentek egyet. Így né. Oh, megvan a Pikachu. Nagyon jó. Akkor nyomjuk tovább, srácok. Kijövünk az erdőből. És még itt a kettes úton ez az egy kis bokorka van, ahol fogjuk szintezni a Pikachunkat. Ami érdekes lesz így, hogy 4-es szintű Caterpie jön instant szembe. Igen, igen, jól mondja pozitív, én nem szeretnék glitchelni. Miért úgy nézek ki, mint Ash? Mint a játékbeli karakter? Vagy konkrétan én? Mert én szerintem nem nézek ki úgy, mint az Ash. Játékbeli azért... Hát, mert...
ez egy Pokémon játék. Tehát ugye erről mintázták Ash-t. Konkrétan ugye az animét. Ugyanaz a sztori. Palettvárosból megy a bajnoki címig. Úgyni. A Doki meggyógyította a Pokémonokat. Valakinek a PC-jébe belenyúlunk, és betesszük a Pokémonokat, amiket nem fogunk használni. Például Ratatát, például Mankit, például a Metapodot és a Caterpie-t. Majd kivesszük a Pikachu-t. Mert a Pikachu az kell. Így mi? Elengedjük. Ja, de a Pikachu nem volt nálam, úgyhogy újra hílelünk. Késik a stream. Mit késik a stream, Ati? Mi az, hogy késik a stream? Megy több, mint egy órája. Ugye a hang megcsúszott? Na de nem is húzom itt az időt ilyen Pokémon Márta, meg ilyesmivel. Először legyőzöm az első gym edzőjét, Brockot. Aztán húzunk vissza egy kicsit szintezni a Pikachut. 10 000 fényévre vagyok attól, hogy legyőzzem Brockot. Kár, hogy az egy távolság mértékegység, barátom. Na, vízágyúval Geodude. Ugye ez szuper effektív, tehát esélye sincsen a Geodude-nak. Na örülök, hogy jó nálad a stream pozitív, Ati meg, te meg remélem. Control F-öt is nyomjál, mert... ja, hát hogyha, igen, hogyha közben fogyasztod a neted, akkor nem csoda. Jó, akkor menj nyugodtan. One hit volt minden. Minden one hit volt, nagyon jó. Na, akkor Brock. Mondjuk így, hogy 15-ös szintre elhúztuk a Squirtle-t. Az első edzőterem előtt elég OP lett ez a kis teknős. Na gyere, Brock! PD2-t, mi is valami... Hát, amúgy két éve kb. Vagy nagyon régen haverokkal nagyon olcsón megtaláltuk. Sőt, talán Humble-on ingyenes volt egyszer. Valami volt. Leszedtük, nyomtuk vele. Egy-kettő rablást nyomtunk, de... Nekünk hatalmas fél volt az a játék. Nem voltunk elég ügyesek hozzá. De 1 euróért egyébként simán megéri. Vicces játék az. Hát ez az Onix is van hit lett. Nem volt hatalmas ellenfél Brock. Na nem baj. Megvan az első badge. A kő jelvény. Igen, sötétben flash-elnünk kell, kaptunk 1400-at, és evolúcióba került a Squirtle-ünk, nem fogom hagyni neki. Tehát ugye ezt itt lehet mondani, hogy nope, ne fejlődjél fel, Squirtle, igazából bármelyik Pokémonnak. Ennek a hátránya, hogy az alsóbb evolúció szintjén marad a Pokémon, így kicsit gyengébb lesz, mint hogyha egyel feljebb lenne. De azért lehet ezt megcsinálni, meg jó megcsinálni.
mert amíg pici, hamarabb megtanulja a skilleket. Így a támadásokat hamarabb meg tudja tanulni a kis Pokémon, ami azért nem hátrány. Na srácok, mára ennyi volt a Pokémon Fire Red, remélem tetszett, ha igen, akkor ne felejtsétek el megnyomni a lájkot, és tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!